tojásokkal, gerebjékkel és szemetes zsákokkal felszerelkezve álltak munkába a Nosztalgia Klub Egyesület tagjai szerda reggel az Öreghegyen. A nyugdíjasok számára természetes, hogy szeretik a tiszta környezetet, és szívesen tesznek is azért, hogy környezetük rendben legyen. A klub tagjai évek óta minden tavasszal és ősszel munkába állnak. Megszük a sövényeket, összeszedjük a szemeteket, annak ellenére ugye, hogy nem lehet már inni, de azért vannak ezek a pici üvegek, amiket hát nem is látok most itt dolgozót, akiknek muszáj lenne egy kicsit felfrissíteni magát. Az önkéntes munkát a terület önkormányzati képviselője támogatja és koordinálja. Östör Anna Mária azt mondja, a klub tagjai erős közösséget alkotnak, és mindig lehet rájuk számítani. A Nyitra környéke egy nagyon forgalmas hely, és azt hiszem, hogy az a legjobb, hogyha az itt lakók tartják rendbe. Hiszen az apró részleteket, a nyírásokat, azok tudják a legjobban, akik itt laknak, és a Nosztalgia Klubnak nagyon sok tagja jön ilyenkor segíteni. Egy-egy ilyen takarítós napon a Nosztalgia Klub Egyesület tagjai átlagosan 10 nagy zsák szemetet gyűjtenek össze.